Jó estét kívánok a kedves nézőknek, kosárlabda a Budaörsi Városi Televízió műsorán. A mieink halványkék színű mezben, az ellenfél pedig a közgáz gárdája. Ez a 2015-ös esztendő utolsó mérkőzése az MB2-ben. A mieinknél Temesvári ugrik majd a labdáért. És hát komolyan jobb... Na, várjuk meg a feldobást, aztán megpróbálok kikeveredni a saját mondatomból. Szóval komolyabb tét nincsen, hiszen a mieink remekül zárták ezt a szezont, vezetik a bajnoki tabellát. Ha nem nyerjük meg ezt a meccset, akkor lehet, hogy nem mi fogunk az első helyen telelni majd, de hát azt mondta Radovics József mester, hogy ezektől a fiúktól nem volt elvárás. Közben egy tripla, ha jól látom, nézem a játékvezetőját, hogy 2 vagy 3. 3 pontos, 3-0 tehát a közgáznak. Szóval nem elvárás ezektől a fiúktól, hogy megnyerjék a bajnokságot. Ha aztán mégis sikerül nekik, akkor az egy fantasztikus siker lesz. Temesvári dob egy duplát, és még dobhat is egy büntetőt mellé. 2 pont tehát az ő neve mellett, az ellenfélnél pedig az előző triplát Nagy Szabolcs dobta, a közgáz játékosa. A közgáz egyébként a 6. helyen áll a bajnoki tabellán, a mieink pedig, ahogy említettem már, vezetik azt. Temesvári büntetője, cson nélkül, 3-3 az állás. Nagy László és Hegedűs Roland fújja ezt a mérkőzést. Ha lesz egy kis időnk, Nagy Lászlóról külön mondanék egy pár szót, mert érdemes. Az ellenfélnél azt mondta a szakvezető, akit Verép Csabának hívnak, bocsánat, Vladár Csabának hívnak, hogy néhány embere hiányzik, mert hogy az is jó, az a kosár. Ha jól láttam, akkor a mieink négyese, Dezsán Mladenovic volt az, aki megdobta a duplát, mert hogy tart már a vizsgaidőszak, úgyhogy van, aki nem tudott emiatt eljönni erre a mérkőzésre. Egyébként ilyen van nálunk is, Solti szakdolgozatot ír, ezért nincs itt ezen a találkozón. Na nézzük Mladenovicsot, hogy bedobja a büntetőt 5-3 ide jelen pillanatban. Alaposan rákészül. És aztán, ha kicsit dadog is a labda a gyűrűn, végül beszédül 6-3. Akkor, amikor még nem egész 9 perc van hátra az első negyedből. Megint egy 3 pontos kísérlet, az most lejön. Mladenovics pedig leszedi. Egyébként Purszán Sárp volt az, aki kísérletezett. Ő Törökországból érkezett, de ő is itt tanul Magyarországon. Tehát, ha úgy tetszik, nem klasszikus vendégjátékos, nem idegen légiós. Radovics forgolódik a palánk alatt. Lejön a pincér. Jöhet az ellenfél. Vörös. Aztán hátra játsza. Megint egy tripla. Nagyon bátran kísérleteznek kintről, de eddig 3-ból 2-t elrontottak. Ezt éppen a 9-es számú Vágvölgyi. Mladenovics elviszi az emberek között, aztán bejátsz a középre, az is szép, az pedig már Radovicsnak zicser. Jól kezdi a mérkőzést a csapatunk, hiszen már 8-3 az állás. Vladár Csaba, az ellenfél edzője, fel is áll a kispadról. Ezúttal nincs 3 pontos, Misek védekezik ott jól, ott viszont van egy 3 pontos dobási lehetőség, ami lejön, Radovics pedig labdát szed. Mladenovics! Temesvári csinálott helyet, aztán kapja a labdát, Kőhalmi, Temesvári, beleáll a duplába, kijön, lejön. A labdát pedig Vágvölgyi szedte le. Urszán Sárp teszi be középre, ez egy nagyon szép játék volt. Temesvári mutatja, hogy szerintem ő nem szabálytalankodott, ettől független játékvezetők befújják ezt. Nagy Szabolcs volt az, aki dobás közben elszenvedte a szabálytalanságot, ezért 2-t dobhat. Nagy Lászlótól kapja meg a labdát. Eddig csak ő szerzett még pontot az ellenfélnél, azzal indult ez a találkozó, azzal a triplával. Jó erősen odavágja a palánkhoz. Megvan a 4. pontja. Még egy kicsit pattogtat. És ez is bent van. Nagy Szabolcs már 5 pontos. Szerencsére más még nem talált be náluk, úgyhogy 8-5 ide. Mladenovics. Kőhalmi, Radovics, Misek, Temesvári. Eddig jól megy kézről kézre a labda. És az is jó! Temesvári, 5 pontos ő is. Kiszorított helyzetből fordult meg a palánk alatt.
és szépen tette rá 10-5 az állás. Urszán, aztán Vágvölgyinek át a túloldalra, az viszont már benn van, Dinnyés Dávid a pontok szerzője. 10-7 ezzel az állás, Temesvári, Radovics, Kőhalmi, nincs rajta ember, és be is dobja. Szép volt. Kőhalminál nagyon fontos, hogy jól sikerüljön az első dobása, önbizalmat tud neki adni, ez most megtörtént. Hopp, ott egy kicsit lábgyanús volt, mehet tovább, nem volt szabálytalanság, van viszont dupla. Az ellenfél 27-es számú játékosa, Dinnyés 4 strigulánál jár eddig. Misek? Temesvári, senki nem zavarja, lejön a labdája, és Urszán Sharp szedi össze. Ő a legalacsonyabb most a mezőnyben. Túlságosan sok csere egyik oldalon sem várható lépésiba. Ugye említettem, hogy az ellenfélnél többen vizsgaidőszak miatt hiányoznak. Nálunk viszont van olyan, aki éppen repül, méghozzá szószoros értelmében. Glac, ugyanis nagygépes pilóta, és éppen a szolgálati idejét tölti, úgyhogy ezért nincs itt. Hát amatőr csapatról lévén szó, ilyenek vannak. Soltiról említettem, hogy jelen pillanatban szakdolgozatot ír. Zelenyák pedig munkában van. Radovics mester remélte, hogy beesik majd. Hát egyelőre ez még nem történt meg, de bármelyik pillanatban megérkezhet a játékosa. Ahogy azt már megszoktuk, a korábbi 70-szeres válogatott Radovics előhúzza a maga kis székét, szembefordul a játékosaival, és úgy magyarázza el nekik, hogy mit is kellene csinálni. Azt mondta egyébként a mester nekem meccs előtt, hogy 3 éves programokban dolgoznak, és most a 3 éves program második esztendejében jár a csapat, ezért sem lenne tragédia, ha nem jutnának most föl az NB1B-be, inkább jövőre kellene azt. Teszem hozzá, azért több olyan játékos van, aki már nem is biztos, hogy vállalná az NB1-en járó hát strapát, stresszt, utazgatásokat, viszont itt az NB2-ben még nagyszerűen érzik magukat. Teszem hozzá még azt is, hogy azért Mladenovicson kívül vannak itt még olyan játékosok, akik játszottak az NB1-ben, gondolok Temesvárira vagy Radovicsra, utóbbi még korosztályos Európa bajnoki bronzérmet is szerzett annak idején a magyar válogatottal. Most egy picit nehezen tápászkodik föl Radovics Ricsi, hát is szalad oda a túloldalra, de azért teszi, hogy Nagy Lászlótól megkapja majd a labdát. Mladenovics. Róla annyit azért illik elmondani, hogy a Körmendben és a Jászberényben NB1 A-csoportos játékos volt, és hát valószínűleg vastagon lehetne még most is az, de most már próbál inkább a civil életben elhelyezkedni, és itt Budaörsön emellett az NB2-t még bevállalta, és nem mellesleg edzőként is dolgozik ugyanitt. Temesvári, Mladenovics, 12-9-nél, Radovics csinálott helyet, aztán kapja a labdát, nagyszerű passz. Hú, milyen sapkát kapott most Temesvári. Nagyon magas Dinnyés Dávid, az ellenfél 27-ese, és jól is ugrott. Nagyon fiatalok természetesen a közgéz játékosai. Egy újabb tripla. Természetesen mondanom sem kell, hogy Nagy Szabolcs az elkövetője, ez volt a második 3 pontosa, és ezzel kiegyenlít a közgáz. Szóval nagyon fiatalok, egy kivétellel mindenki a diák, azaz egy is volt diák egyébként. Elugrasztja ott az embert, Mladenovics aztán beteszi középre, Kőhalmi 3 pontos, lejön, de Temesvári tán még összeszedi, mi az, hogy tán? Bravo! Temesvári is 7 pontnál jár már, 14-12 az állás. Urszán Sárp. Vágvölgyi. Egy nagyon szép labda át. Jó védekezés volt ott, de hát sajnos így is bepottyan a labda. Dinnyés Dávid is 6 pontnál jár már. Mind a két mester azt mondta nekem a meccset, hogy nagyon nehéz, nagyon küzdelmes meccsre számít. Hát itt az első negyed alapján azt hiszem, hogy egyikük sem tévedett. Misek. Az szép! Misek kosara bent van, és még dobhat is egyet. Máknak ez volt az első duplája. Csere lesz a mieinknél.
21-es számmal Markó érkezik, Temesvárit váltja. Nagyon nagy egyébként a lendület eddig a mérkőzésen, nem tudom, hogy fogják-e végigbírni ezt a fiúk. Misek minden esetre most nagyon magabiztosan értékesíti a büntetőt, és 17-14, újra 3 pont a különbség. Vörös, aztán utána Vágvölgyi, majd Dinnyés, vissza Vágvölgyinek. Mondom, nagyon bátran haigálják a triplákat, szerencsére nagy hiba százalékkal. Egy újabb kísérlet, ez már nagyon jó. Nagy erővel dobta meg Urszán Sárp, akiről említettem ugye, hogy török. 17-17. Ladenovic, Kőhalmé, elviszi az embere mellett, Markó. Az jó, ez is tripla volt, Mladenovic. 6 pontnál jár. Urszán. Bőségesen potyognak egyébként a pontok, 20-17, és még van 3 perc az első negyedből. Az lejön. Misek szerzi meg, Mladenovic. Irányítja a többieket, mondja, hogy ki hova menjen, aztán utána megpróbálja egyedül. Ez szép játék, Radovic tisztára játszott helyzet, de most kicsúszott azt hiszem Ricsi kezéből egy picit. Urszám. Ott abból legalább tripla most nem lesz. De dupla még lehet, nem? Lejön. Misek. Mladenovic. Szinte rácsavarodik a labdára, nehéz tőle elvenni, de lépéshibát mutatnak, ő meg azt mutatja, hogy őt bántották, de hát természetesen a játékvezetőnek van igaz, ez nem lehet kérdés. Csere a másik oldalon is, 25-es számmal Losonci érkezik a pályára. Vörös. Urszán. Nagyon bátran eldobta ezt is. Markó, ajj! Úgy tűnt már, hogy sikerül leszedni a labdát. Urszán. Viszont így már 10 másodpercen belül a támadóidő. Eddig egyébként még egyszer sem telt le. 4 másodperc. Rossz dobás, Misek. Már nem ővé volt a rossz dobás, ő szedte le jól. Mladenovic. Szépen viszi el Urszán mellett. Markó. Rövid volt egy picit ez a labda. Közben, ha jól látom, Zelenyák megérkezett és melegít is. Markó újra próbálkozhat, ez már jó. Ez volt az első duplája. Ezzel 22-17, újra 5 pont a különbség. Urszán. Nagyon sportszerű egyébként eddig a találkozó. Reméljük, hogy így is marad. Tavaly volt szerencsénk a közgáz otthonából is közvetíteni egy mérkőzést, ami nem volt ennyire békés hangulatú, mint most. Azt a meccset egyébként hatalmas küzdelemben végül nyerte a közgáz. Úgyhogy van miért visszavágnunk. Mladenovic, Kőhalmi. Kőhalmi ott volt azon a meccsen, Radovic ott volt azon a meccsen, Misek is, Temesvár is. Kőhalmi. Mladenovic, tripla. És benn van! Bravo, 9 pontos. Az utolsó percen belül vagyunk már. Egy dobás kintről, ez nagyon rossz volt most. Mladenovic iszonyat lendülettel indul meg. Két ember között! És nincsen, de leszedi a saját labdáját? Nem. Nyugodtan föl lehet most már állni. Van még 10 másodperc a támadó időnkből, fél percen belül a negyedből. Kőhalmi. Rövid. Radovic. Újra kezdődött. 15 másodperc a negyedből, 10 másodperc a támadó időből. Mladenovic. 5 másodperc támadó idő. Radovic. Ez nem jön össze, és van még 3 másodpercük. Ez még talán elég lehet nekik. Azt hiszem, hogy megadta a játékvezető, így is van. Ez azt jelenti, hogy 25-19 az első negyed végén
a miénk javára. Hát dobhattunk volna mi még egy duplát, ehelyett kaptunk egyet. Most szusszanunk, aztán jövünk a második negyeddel. Ismételten köszöntöm a kedves nézőket, már kezdődik is a második negyed a közgáz elleni mérkőzésen. 6 pont előny a Budaörs neve mellett a tabellán, 25-19. Mladenovic védekezik ott most. Aztán utána egy kijátszás, azt szerintem, azt nézem, 3 pontot mutatott a játékvezető, aki szerezte a 13-as számú Szatai Szabolcs, de az első negyedben nem játszott. Hát mit nem mondjak, jól mutatkozott be. 25-22, hoppász, kicsúszott Radovic kezéből ez a labda. Fújtat egy nagyot, Ricsi, van ilyen. Vörös. Ő irányít az ellenfélnél. Így volt ez az első negyedben is. Mutatja Szatainak, hogy nem jó helyre jössz, Komám. Aztán Vágvölgyi. Megpróbál ott neki Losonci helyet csinálni. Misek azt szerette volna, hogyha támadó szabálytalanságot fújnak, de nem ezt tették. Csere van a miénknél, Temesvári jön be Radovic helyére. Említettem az első negyedben, hogy Ricsi olyan nehezen vette a levegőt, lehet, hogy kapott egy ütést vagy valami. Minden esetre ráfér egy pihenés, egy kis pihenés. Édesapjától, edzőjétől kapott még egy taslit a fenekére. Vörös. Lejön a labda, és ha az kimegy, akkor a miénk. Nem ment ki, így is a miénk, Mladenovic. Vörös próbálja kísérni, de hát Mladenovichoz nem lehet odaférni. Kőhalmi, lejön. Mert figyeljék meg, amikor Mladenovic vezeti a labdát, annyira lent van a súlypontja, szinte guggolva fut, egyszer lehetetlen tőle elvenni a labdát. Vágvölgyi. Megint egy 3 pontos. Nem figyeltünk most nagyon, úgyhogy Vágvölgyi a saját labdáját szedhette le. Megint egy tripla. Ez is rossz, megint az övéké. És most szabálytalanságot fújnak Markónál egészen pontosan. Rosszul védekeztünk most ennél az akciónál többször is. Temesvári meg is kérdezte a többiektől, hogy kié a 9-es. Aztán mondja, hogy 2 embere volt. Hát igen, látszott, hogy ott valami nem klampol a védekezésnél. Minden esetre jön az első büntető Vágvölgyitől, ami bent van. Nagyon sokat volt játékban az első negyedben, ettől függetlenül, ha nem hibáztam el a statisztikai írást, akkor ez volt az első kosara, ez meg mindjárt a második. Jó kezdi tehát a második negyedet a közgáz csapata. 25-19-re felzárkoztak 25-24-re. Kőhalmi. Mladenovic. Vágvölgyi figyeli. Aztán utána csak el tudja vinni. Tripla. Jó! Mladenovic. 11 pontnál jár már. Ő a legeredményesebb a mezőnyben. Vörös. Újra Miseknél fújják be a fault-ot, föl is teszi a kezét, aztán utána Nagy Lászlónak elmagyarázza egy ilyen árnyék tánc formájában, hogy szerintem mi történt ott. Radovic mester pedig Mladenovicnak szól, hogy ne vitatkozzon a bíróval. Vágvölgyi, Misek védekezik rajta. Vörös lopná ott a távolságot, de nem kapja. Losonci. Lejön a labda. Abban a pillanatban, amikor letelt a támadóidő. Mladenovic. Jó passz, Temesvári. Megütötték hátulról, szerintem jó a kosár. Na, megnézzük, hogy beírják-e, de szerintem igen. Úgyhogy Temesvárinak újabb 2 pontot beírunk a neve mellé. Eddig 10-nél jár. És még dobhat egy büntetőt is. 30-24 most az állás. Ugye kosárlabdában az a szabály, ha dobás közben fautolják a játékost, akkor megadják a kosarat, és még egy büntetőt is dobhat. Ezt is értékesítette most Temesvári. Ő és Mladenovic a 2 legeredményesebb a budaörsi csapatban. Vörös. Elviszi az embere mellett. Na most ő is dobhat majd egyet. Markó második személyi hibája. Vörös Miklósnak pedig ez volt az első duplája, és rátehet még egy büntetőt. 2-ös csere lesz az ellenfélnél, jön vissza Urszán, és 17-essel pedig Tóth Szabolcs. Azt hiszem, ő nem játszott az első negyedben.
Vörös. Aha, úgy tűnik, hogy időkérés lesz belőle. És Pallai András kollégámat megkérem, hogy mutassuk meg a játékvezetőket egy pillanatra, mert hogy a magasabbik úriember, ő nem akárki ebben a sportágban, úgy hívják, hogy Nagy László, és 36 esztendeje kezdett kosárlabda bíróként dolgozni, és 20-valahány évet fújt az NB1-ben, válogatott meccseket is vezetett, úgyhogy ha valaki, akkor ő aztán igazán nagy név ebben a sportágban, mármint a kosárlabda játékvezetők között, Százhalombattai egyébként, és most már, ahogy fogalmazott itt nekem a meccs előtt, ugyan kiöregettünk az NB1-ből, de itt az NB2-ben még remekül érezzük magunkat. A társa pedig Hegedűs Roland, aki amellett, hogy kosárlabda játékvezető, pedagógus is, Százhalombattai egyes számú iskola igazgatója. Úgyhogy őt is sok szeretettel köszöntjük itt Budaörsön. Ő egyébként viszonylag ritkán fúj itt nálunk, Nagy László annál többször. Ezzel le is telik az időkérésre szánt idő, legalábbis a Kürt ezt jelezte, ugye a Radovics mesternek még van mondani valója, illetve Vladár mesternek is a túloldalon, de hát a srácok lassan jönnek majd azért vissza. 31-26, 7 perc 28 a fél időből. Hegedűs játékvezető kezében a labda, ő fogja majd Vörösnek átadni, aki ugye az időkérés előtt bedobott egy duplát, és miután szabálytalankodtak vele, még egy büntetője is lesz majd. Amit szintén értékesít. Ez azt jelenti, hogy 31-27, nálunk pedig Mogyorós Bence melegított a bordásfal előtt, lehet, hogy hamarosan ő is pályára lép. Mladenovic. Misek. Markó, Kőhalmi, Temesvári, bravo! Nagyon él ott a palánk alatt. 13 pontos, az egész mezőny legeredményesebbje. Zelenyák pedig ott áll már a vonal mellett, szerintem nem sokára bejön. Urszán, lejön a labda. És ha kim van, akkor a miénk, mutatja a játékvezető. Most a csere nálunk. Zelenyák jön, még pedig Markó helyére. Összepacsizik a két fiú. Mladenovic. Misek. Zelenyák. Kőhalmi. Ketten zárnak Mladenovicnak. Bravo, cson nélkül! Hát nagy gólpárbajt vívnak ők Temesvárival. Most mind a ketten 13 pontnál járnak. Urszán. Nincs dobóhelyzet. Losonci próbálkozott hiába, Urszán. Ez egy szép játék most. De közelebb nem haladtak, és 5 másodperc. Nincs szabálytalanság, nagyszerű sapka volt. Temesvári kapott egy ilyet az elején, most visszaadta. Hoppá, 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 hoppá. Mladenovicsot rúgta ott fel, elég csúnyán Tóth Szabolcs. Nem hiszem egyébként, hogy szándékosság volt benne, mert mind a ketten futottak volna a közgáz palánkja alá, és összeakadt a két láb, de ettől még fájhatott. Mladenovics jön. Aztán Zelenyák fogja elvégezni az oldalbedobást. Azt hiszem, hogy nem tudom, most véletlenül nyomták-e meg, vagy sem. Csere lesz a mieinknél. Visszacsere van. Temesvári megy le, Radovics jön. Zelenyák. Mladenovics, megpróbálnak rá kitámadni, de hát ezt többször láttuk már, hogy nem lehet tőle elvenni a labdát. Nézzék meg, hogy testtel fedezi, elképesztő, hogy nem lehet hozzáférni, és milyen paszt adott. Annak idején a kézilabdában láttunk ilyet, főleg Sterbinski Amália tudta nagyon a 70-es években, a 80-as évek elején ezt a hát mögötti paszt. Szegény Zelenyák ugye most jött be, még most is hülledezik egy kicsit, erre azért nem számított. Hát ezért volt Mladenovics NB1-es átcsoportos játékos, említettem, hogy Körmenden és Jászberényben is játszott. Most Misek védekezik, ott remekül, bravo! Zelenyák, és talán tud indítani Mladenovics. Az jó! 15 pontnál jár, és még dobhat.
Nagyszerű volt a védekezés, Miseket kell megdicsérni, és ebből indult ez a gyors akció, 38-27 már. Azt hiszem, hogy az eddigi legnagyobb különbség. És erre még egyet rátehet Mladenovic. Rá is tesz. 16 pontnál jár. Temesvári most nem tud a nyomába eredni, hogy folytassák a gólpárbajt, hiszen most éppen pihen a miénk 12-ese. Urszán szépen viszi elő is a labdát. Nagyszerű. A ide jó volt a védekezés. Radovic. Aztán Mladenovic dobja játékba, de sajnos most túlfutott egy kicsit a palánkon a miénk 4-ese, úgyhogy jöhet az ellenfél. Nem tudták megdobni a gyors kosarat. Sőt, Zelenyák. Most azért már látok néhány tisztátalanságot a játékban, ugye említettem az elején, miközben Kőhalmi dobja be, bravo! Nagyon békés a hangulat, most már azért volt egy-két olyan taszítás itt előttünk, nem is feltétlen akkor, amikor ott volt a labda, amely azért nem a békére utal. 41-27, nagyon jól kezdte ezt a negyedet a közgáz gárdája, aztán viszont elsősorban Mladenovic és Temesvári remeklésének köszönhetően, meg a palánk alatti jó védekezésnek köszönhetően most már 14 pont a különbség a miénk javára, akkor, amikor 4 perc 49 másodperc van még a fél időből. Nagyszerűen játszik a budaörsi csapat ebben a szezonban. Egyetlen egy veresége van a fiúknak eddig, úgyhogy maga biztosan vezetik a bajnoki tabellát, és hát nagyon-nagyon jó lenne, ha ezt a meccset is hoznák, mert akkor bajnoki jelöltként telelhetnének. Több NB2-es csoport is van, tehát ha valaki megnyeri a saját csoportját, az nem jelent még automatikus feljutást az NB1-be, hanem azt jelenti, hogy az NB2-es csoportok győztesei játszanak még egy olyan rájátszást egymással, hogy meglegyen az az egy csapat, amelyik a magasabb osztályban folytathatja a következő szezonban. Itt Budaörsön egyébként ez a cél, de nem feltétlenül ebben az esztendőben, ahogy már azt korábban említettem. Jönnek vissza a fiúk a pályára. Radovic mosolyog itt. A csupa szív Kőhalmi ott 15-essel. Urszán. Aztán Vágvölgyi. Losonci. Tehát a bocsánat, Tóth volt az 17-essel. Most is nála a labda. Vágvölgyi. Azt hiszem ez a miénk lesz. Bele kellett nekem is nyúlni itt egy pillanatra a pályára, vagy a pályáról elhagyó labdára, mert féltem, hogy eltalálja a statívunkat a Laszti, ami nem lett volna jó dolog. Nagy László kezében a labda. Misekkel vitatkoznak egy kicsit. Misek azért kellő tisztelettel Laci bácsinak szólítja a játékvezetőt. Feldobás lesz majd. Vagy mégsem feldobás? Nem. Na most jön ide hegedűs játékvezető. Egy pici kupak tanács a bírók között. No. Oldal bedobás, most már biztos, Nagy László megmutatta. Közben itt még vitatkozott két hölgyel itt picit a nézőtérről. Itt mögöttünk azért ülnek egy páran, nagyon későn van ez a mérkőzés, mert ugye felvételről látják, de 8:30 kezdődött itt élőben kedden. Vágvölgyi. Nagy. Az elején Nagy nagyon megszórta magát, most pihen egy kicsit. Urszán. Mladenovic védekezik rajta. Nagyon-nagyon sokat javult a védelmünk, még akkor is, ha ez most egy tripla dobó helyzet. Túl erősen és túl laposan dobta meg a közgáz játékosa. Misek. Kőhalmi. Az is egy tripla. És benne is van! Kőhalmi 7 pontnál jár. És ezzel 44-27 az állás. Urszám. 16 pontos különbség, ez már-már megnyugtató, Szatai. Játékvezető belefúj,
Azt hiszem, hogy az órával van valami problémája. Tóth. Vágvölgyi. Vissza Tóthnak, tripla. Lejön. Kőhalmi. Talán leszette volna, de Szatai ott egy picit meglakta a kezét. Nincs szabálytalanság, jöhet az ellenfél. Csere van az ellenfélnél. 27-es számmal érkezik a pályára vissza Dinnyi és Dávid, aki Tóth Szabolcsot váltja. Dinnyi és az első negyedben gyakorlatilag végig pályán volt, 6 pontnál jár jelen pillanatban. Szatai kéri el a labdát. Vágvölgyi, opa! Mehet tovább a játék, benn is van. Vágvölgyi ezt szépen oldotta most meg. 4 pontos. Mladenovic 44-29-nél. Misek. Zelenyák. Kőhalmi. Radovic. Lejön a labda. Urszán indul, de a játékvezetők lefújják a mérkőzést. Radovic maradt ott, ha jól láttam, az ellenfél palánkja alatt. És most a másik Radovic, a papa vitatkozik a játékvezetővel. Valószínűleg Radomester azt kifogásolja, hogy ifjabb Radovic nem véletlenül zuhantott a földre. Nagy László viszont azt mondta, hogy ő is látta, mi történt. Jöhet az ellenfél. Összepacsizik ott Nagy Szabolcs és Radovic, ezek szerint közöttük volt kontaktus. Aztán az idősebb Radó ad egy pacsit Nagy Szabolcsnak. Nagy? Az rövid volt, Misek szedi le. Mladenovic. Ó, Zelenyák nagyon nagyot kapott ott Szataitól, mehet tovább, 3 pontos, ez is jó! Lassan már nem tudom a neve mellett a strigulákat húzni, mert betelik a papírom. 18 pontnál, 19-nél. De szép védekezés volt Mladenovic. Aztán összeszedjük, Zelenyák. 47-29. Neki még nincs pontja Zelenyáknak, Kőhalmi. Mladenovic. Radovic is fölér közben a támadáshoz. Kőhalmi eddig nagyon biztosan dobta a triplákat, most is! Bravo, Kőhalmi! 10 pontos. Urszám! 2 perc van még a fél időből, 50-29, most már nagyon elhúzott a budaörsi csapat. Zelenyák szedél a labdát, a nála jóval magasabb ember elől. Mladenovic! Nagyon szépen, szépen eltalálta Vágvölgyit. Igen, hát ez így lépéséba lett. Megint a hátam mögött akart passzolni Mladenovic. Vágvölgyi nem volt erre felkészülve, és pont orcán kapta a laszti. Egy újabb időkérés, még itt a fél idő vége előtt. 50-29 az állás. A januári sportmagazinunkban egyébként a kosárlabda barátainak mondom, ennek a mérkőzésnek egy hosszabb összefoglalóját láthatják majd, illetve a találkozó után a fél évet is értékeljük interjúk formájában több játékossal, illetőleg az edzővel is, amelyet majd itt a mérkőzés után fogunk megejteni, mármint az interjú készítést. A jövőről még annyit, hogy Radovic mestertől megtudtam, hogy van egy együttműködés Dávid Kornéllal, igen, azzal a Dávid Kornéllal, aki a világ legerősebb bajnokságában, az NBA-ben is játszott. Kornélnak kosárlabda iskolája van Székesfehérvárott, és jó esély van arra, hogy amolyan kettős igazolással majd ottani fiúk idejöhetnek, meg adott esetben, ha úgy alakul, akkor itteniek oda. Hiszen itt Budaörsön is remek az utánpótlás nevelés, Radó Basket és a BDS-e, több száz gyereket oktat. Egyelőre, ha jól tudom, 8 edzőjük van. És tulajdonképpen jobb lenne, ha még több lenne, mert hogy annyi a gyerek, annyian akarnak kosárlabdázni, hogy egy-két szakember még elférne. De hát gondolom, bár erről nem beszéltünk, hogy ez pénzkérdés is azért. Hajcs! Hangzik a csatakiáltás a közgáz részéről, hogy említettem, ők a 6-ok a bajnoki tabellán.
nagyon kellemetlen stílusú csapat egyébként. Nagyon gyorsak, fiatalok, lendületesek, dinamikusak. Ennek fényében külön öröm ez az 50-29. Mladenovic. Temesvári. Lefordul az emberéről, sőt, két ember között jött el, bravo! Ő is 15 pontos már. 52-29. Húrszám. Vágvölgyi. Tripla. Az szép. Vágvölgyi nagyon magabiztosan lőtte ezt be. 7 pontnál jár. Mladenovic. 52-32, tehát 20 pontos előny Kőhalmi. Zelenyák. Kőhalmi. Ez most nincs benn. Nem sok omulott egyébként, a gyűrűn belülről pattant ki a labda. Szabó, aztán Vágvölgyi. Megint beleáll egy triplába, és megint jó. Lehet, hogy Vágvölgyihez oda kéne lépni, mert nagyon maga biztosan haigálja ezeket. 10 pontnál jár, 52-35, most zárkóztak egy pár ponttal. Mladenovic, Kőhalmi. Radovic, Zelenyák, csak dupla, ha bemegy, de nem is megy be. Mondjuk, hogy jó passz volt Temesvárinak. Hát szerintem itt szabálytalanság volt, mehet tovább a játék. Szatai teszi tovább. Radovicnál viszont befújják a fautot. Az ellenfél 27-ese Dinnyi és Dávid vitte végig az akciót. Büntetőig természetesen a kosár érvénytelen, hiszen már bőven sípszó után volt. 19 másodperc a félidőből elrepült ez a második negyed, és nagyon jó a játék. Dinnyi és eddig 6 pontos. Eddig 7 pontos. Nem bánnám, ha nem lenne meg a 8. Utána még van egy majdnem egész támadásnyi ideje a Budaörsnek. Azt még jó lenne pontokra váltani. Hát így sajnos nem, mert Zelenyák kezéből kipattant a labda. Egy labda, mondja Ladár Csaba, az ellenfél edzője. Így is van, hiszen 10 másodperc van a fél időből. Igaz, nincs annyi már a támadásból. Dinnyi is forgolódik, letelt a támadási idő. 3 másodperc van a játék részből. Azt vitatja most az ellenfél mestere, hogy szerinte nem jó az óra, mert hogy szerinte nem annyi telt el, amennyinek kellett volna. Én figyeltem, szerintem korrektül mérték most is az időt. No, 3 másodperc a fél időből, ugye az a szabály, hogy akkor indul el az óra, mikor az első játékos a pályán a labdához ért, tehát most 1 másodperc, eldobja! Ha bement volna, akkor jó, hiszen még a sípszó előtt dobta el, de nem ment be, úgyhogy a fél időben 52-36 az állás, 16 ponttal vezet a Budaörs. Nagyon jó a mérkőzés, nézzék meg majd a második játékrészt is. Érkeznek már a srácok, pillanatokon belül kezdődik a második játékrész. Nagy László játékvezető Misek Márknak adja a labdát, aki viszont Mladenovicnak játszik. Az ellenfél tehát a közgázgárdája, hogy azt láthatják a mezőkön is rányomva. És nagyon magabiztosan 52-36-ra vezetünk. Misek! Új, de szép volt Márka, hogy végig hullámzott a fiúk között. Ettől függetlenül Temesvárié a pont, hiszen ő volt az, aki a kifelé pörgő labdát még besegítette. Vörös! Nagy, aztán Vágvölgyi. Radovics támadja. Nagyon szép labdaszerzés Temesváriért bele. Mladenovics. Kőhalmi, Temesvári, beforgatja az emberét, lejön a labda, visszaért az ellenfél 27-ese Dinnyés. Vágvölgyi. Beleáll a triplába, de az lejön. Mladenovic szedi össze. Meg sasszézik egy kicsit ott a levegőben. Temesvári csinált neki helyet. Az szép. Most mutatja, hogy ráütöttek a kezére, de hát játékvezető ezt már nem adja meg. Azt mondja, 20-21 pontnál jár. Úrszám. Vágvölgyi. Újabb tripla, ez most lejön. Mladenovic. Kőhalmi.
Újra csak Mladenovic. Radovic, tiszta játékhelyzet. Nagyon szépen játszották meg neki. Radovic 4 pontnál jár. Urszán. Vágvölgyi. Nagy. Elveszti. Radovic. Mladenovic. Hát milyen csel volt ez. Misek. Kőhalmi. Radovic. Megpróbál Dinyés mellett forgolódni. 4 másodperc támadó idő. Micsoda passz volt? Menjen be az a labda, nem ment be. Pedig ez megérdemelte volna Temesvári passza miatt. Vörös. Ő is kígyózik a játékosok között. Fault van, de nincs büntető. Mladenovic és Temesvári pacsiznak, megbeszélték, hogy mit csináltak rosszul a védekezésnél. 58-36 az állás, 7 perc 35 a harmadik negyedből. Vágvölgyi oldalról. Nagy. Aztán újra Vágvölgyi. Egy rossz passz volt, úgyhogy Kőhalmi szerintem zicserig mehet. Úgy is van, be is dobja. 12 pontos, a miénk 15-öse. Ő is nagyon eredményesen játszik. 60-36. 24 pontos különbség, ekkora még nem volt. Picit tartott ettől a meccstől Radovic mester. A miénk edzője azt mondta, hogy nagyon jó csapat az ellenfél. De hát hála jó Istennek, annyira jól játszik a Budaörs ezen a találkozón, hogy nem igazán van a közgáznak esélye. Ugye most Ladár Csaba megpróbál egy időkéréssel rendet tenni a gárdájánál, de hát nem hiszem, hogy a fejekben van ott probléma, mert hogy igazából nem játszik rosszul a közgáz. Az kétség kívül így van, hogy az már nincs, ami az elején volt, hogy szórták a 3 pontosokat, hiszen védekezésben is följavult a Budaörs. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy kihozzák magukból, amit tudnak. Na még egy pacsi a szerencsének, aztán jönnek vissza. Hát majdnem azt mondtam piros mezesek, de milyen színű ez? Piros-vörös, itt bordó. Jó, akkor bordó mezesek. Kértem itt egy kis segítséget állandó jellegű tettes társamtól, Szanditól, aki most éppen az eredményeket írja. Vágvölgyi. Ez biztos, hogy vörösnek a meze inkább piros, mint a többieké. Nagy. Lehet, hogy ez egy korábbi vásárlás. Arra még az van ráírva, hogy Corvinus, nem az, hogy közgáz. Dinyés. Úgy van, megvan, de aztán Dinyés visszaszerzi. Csak oldalról jön a labda, nem volt szabálytalanság. Vagy mégis? Nem volt ott falt. Vágvölgyi, vörös. Furszám. 5 másodperc támadóidő, Vágvölgyi. Lejön. Rossz helyre pattan a labda. Megint nem volt szabálytalanság, de ez már benn van. Addig-addig pattogott ott a Lasztia kosarunk alatt, még Dínyés végül besegítette. Mladenovic, Temesvári. Radovic, 10 másodperc, bravo! Temesvári nagyon szépen játszotta a tisztára magát, Radovic pedig remekül látta meg a lehetőséget. 62-38. 6 perc 20 a harmadik negyedből. Urszán, elég rossz passz volt, de Szabótán még megmenti. Övé ki a labda, hiszen röptében még rápasszolta Temesvárira. Vágvölgyi. Vörös harcolott Mladenovic-sal. Elképesztő ez a fiú. Beterpesztett, behorpasztott és elvette a labdát Vöröstől. Hát, és utána még szabálytalankodtak itt vele dobás közben, úgyhogy ezek szerint oldalról jön a labda. Hát Mladenovic kiemelkedik a mezőnyből, ezt nyugodtan elmondhatjuk. Kőhalmi. Mladenovic. Ketten sem tudják szerelni, Kőhalmi, Radovic, szépen fordul, bent van, jól van. ...64-38. Urszám. Kőhalmi kellemetlenkedik ott, aztán kap egy zárást,
az ellenfél ötöse, és ez elég is neki ahhoz, hogy megszerezze a negyedik és az ötödik pontját. Mladenovic. Misek. Kőhalmi nem dobja most el. Mladenovic. Hoppá. Jó volt a játék, csak vagy egy picit gyors volt a labda Radovicsnak, vagy ő jött egy kicsit később a kelleténél. Akár így, akár úgy marad a 64-40. Vörös. Vágvölgyi. Misek támadja. Nem is tudja mellett elvinni Vágvölgyi. Orszán. Az is szép játék volt. Vörös. Az lejön. Nem láttam pontosan a játékvezetőtől, de azt látom, hogy Radovics zicser dob. Neki is megvan a hetedik és a nyolcadik pontja. Ezért Ricsi is kezd már beindulni. 66-40, 26 pontos különbség. Vágölgyi. Nagy. Öt másodperc támadó idő lesz. Szabálytalanság. Temesvárinál föl is teszi a kezét a miénk 12-ese. Vágvölgyi dobhat kettőt. Ott László és Misek újabb kis kommunikációs párharca. Vágvölgyi. Nagyon maga biztosan dobja a büntetőket. 11 pontnál jár már. Az is benn van. Vágvölgyin nem múlik semmi. Mladenovic. Kőhalmi. Vissza Dezsánnak. Oda se nézett, úgy passzolt. Állj, de kár, hogy lejött. Mladenovic megint elnézett jobbra, aztán eldobta a labdát balra. Tapsol most egyet. Radovicsnak, hogy nem baj, Komán majd legközelebb bemegy. Például most, igaz, hogy ez a túloldalon. Orszán Sharp 7 pontos. 66-44, most fölzárkoztak 22-re. Mladenovic, Misek, Radovic, de szép játék megint, nincs szabálytalanság. Azt mondja Temesvári, hogy ellene ugyanezt befújták a túloldalon. Radovic. Mladenovic, Vörös próbálja meg támadni. Misek zár, Kőhalmi. Ej, de kár, hogy lejött az a labda. Dinyés szágold, már jó a csele? Három vagy négy az egyben támadhatnak, úgyhogy ez zicser lesz, úgy is van. 22-es számú nagy volt az, aki végül pontokra váltotta. 66-48. Bocsánat, 66-46. Radovic, ez is lejön, aztán Temesvári kezében. Most egy pici holdpontot érzek a miénk játékában. Van előny bőségesen, úgyhogy nincs tragédia, de össze kell majd kapnunk magunkat. Talán Radovic mester is ezt érzi, mert hogy az Elenyákot mindjárt beküldi a pályára. Így is van, az Elenyák érkezik, Temesvári kap pihenőt. Ja nem, Temesvári visszajön. Radovic kap pihenőt. Vágvölgyi. Hosszán. Nagy. Dinyés, tiszta dobóhelyzet, de nagyon gyenge dobás volt ez. Látszott, hogy elhagyta a labda a kezét, hogy nincs híve. Nagyon lapos. Mladenovic. Ennek már volt éve, de nem volt jó. Így viszont szerintem a... Hát nem tudom, szerintem beleért az ellenfél játékosa. Szabálytalanságot nem láttam, úgyhogy szerintem most nekünk kellett volna jönni. Vágvölgyi. Urszán. 2 perc, 35 másodperc a harmadik negyedből. Urszán tripla.
Lejön a labda. Zelenyák szedi össze. Mladenovic. Senki nem zavarja. Ez neki pontosan elég. Újabb tripla. Ez azt jelenti, hogy Mladenovic 24 pontnál jár, az eredmény pedig 69-46, akkor, amikor időkérés Morkó osztott ki, egy-két elismerő taslította pihenni térő játékosoknak. Talán egy picit itt a harmadik negyedben szelidült ez az óriási iram, ami az első fél időt jellemezte, ami egyáltalán nem meglepetés, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy itt nem profi csapatokról van szó. Hetente kettőt edzenek a mieink, plusz van egy mérkőzés már azon a héten, amikor éppen van. És hasonló a helyzet a túloldalon is. Annyi, hogy nyilván a közgáz átlag életkora alacsonyabb, mint a budaörsi csapaté. Nemrégiben volt itt egy nagyon jelentős utánpótlás nemzetközi torna, amelynek nyomán azt mondta Radovics mester, hogy örömmel látta, hogy a környező országok utánpótlás kosárlabdája nem jár sokkal előrébb, mint a miénk, hát nyilván nem a szerbekre gondolt, hanem a többiekre. Úgyhogy partiban vagyunk a környékbeliekkel. Közben itt Nagy László is tesztelte a kosarat, ő is eldobta a labdát. Jönnek vissza a fiúk, 2 perc, 20 másodperc. A harmadik negyedből 69-46. Vágvölgyi. Urszán. Valami vezényszót kiabáltott Vágvölgyi. Urszán. Eddig nem nagyon bontakozott ki az a figura. Akármit is kiabált. 3 másodperc támadó ideig. Amolyan kényszer dobál Zelenyák, nagyon szépen taszította ki onnan nagyot. Mladenovic 2 embert hagyott, Misek, az jó! Misek Márk is 5 pontos már. Mladenovic úgy szágoldott megint végig a pályán, hogy szemmel is nehéz volt követni. Vágvölgyi, 71-46-nál mindez. Hopp, ott láb volt, szerintem Misek rúgta ki a lasztit. Jön is az ellenfél. Mladenovic is vörös akad itt össze már sokadszor. Szegény vörös már, aj, de megint, apá. Hát nem tudom, hogy nem volt-e szabálytalanság a támadó részéről. Vörös minden esetre dicsérjük meg azért, hogy föl tudta borítani Mladenovicot, ez már a maga nemében egy nagyszerű teljesítmény. Misek. Egy rossz passz volt, Dinnyési. Vágvölgyi. Befújják a faltot Miseknél. Valóban hozzáértott a bordó mezeshez, ha már ebben a színben maradtunk. 52 másodperc a harmadik negyedből. 71-48. Azt hiszem, hogy Mladenovic játszik ott egy kicsit Urszánnal, a szerba törökkel. Már egyébként azt hiszem, hogy Mladenovic félig magyar, ha jól tudom. Egyébként a szerb gimnáziumban tanít. Temesvári vitatkozik ott egy picit Nagy László játékvezetővel, miközben többen önkéntes törlői feladatköröket vállalnak. Talán önök is hallják ezt a nyikorgást a padlóról. Vágvölgyi fog 2 dobni, eddig mérhetetlenül magabiztosan értékesítette a büntetőjét. Csere közben nálunk, 8-as számmal Mogyorós Bence a pályán. Misek Márkot váltotta. Vágvölgyi megint bedobja. Azt hiszem 100%-os a büntetője eddig. És ezt is bedobja.
14 pontjával ő a legeredményesebb az ellenfélnél. Mladenovic. Orszán. Mladenovic megint nem nézett oda, úgy passzol. Jó van, Temesvári, bement. 16 pontos. 73-50. Az utolsó percen bőven belül. Nagy. Dinnyés. Nem bántottuk most, így is elrontotta. Magyaros. Mladenovic. Temesvári zárott egyet. 10 másodperc a támadó időből, és a fél időből is egy, illetve a harmadik negyedből. Egy tripla! Bravo! És ezzel vége is a harmadik negyednek. Jelen pillanatban 76-50 az állás. Csak egy gyors levegővétel, és jövünk vissza az utolsó negyeddel. Egyelőre még Nagy László játékvezető kezében a labda, de mindjárt odaadja Vörösnek, és ezzel elkezdődik az utolsó negyed ezen a mérkőzésen. 76-50 jelen pillanatban az állás. Orszán. Jó kis kommunikáció volt, önök valószínűleg nem hallották. Györös megkérdezte, miután Mladenovic ideállt egészen elé, hogy nem kéne hátra menni egy métert, mire Nagy László azonnal elmagyarázta neki a szabályt, hogy nem, te léphetsz hátra, akár 2 métert is, ha akarsz. Mladenovic. Kőhalmi. Hoppá. Még valahogy azt is lepasszolta Kőhalmi, Mladenovic. Az csak dupla lett volna, de az se jött össze. Vörös ezt szépen csinálta. Vágvölgyi. Bravo. Ami szép, az szép. Vágvölgyi 16 pontos. Magyaros, Mladenovic, Kőhalmi. Magyaros, Zelenyák. 5 másodperc támadó idő, úgyhogy lassan dobni kell valakinek. 1 másodperc, most le is telt. Talán ez volt az első olyan támadásunk, amit nem tudtunk befejezni a támadó időn belül. Orszán, Vörös, tripla. Lett volna, ha bemegy, így viszont Mladenovic. Most nem szágold, most szépen lassan fölkocog az ellenfél térfelére, Zelenyák. Marad nálunk a labda, csere a mieinknél, és Radovic fog bejönni majd. Mindjárt kiderül, hogy ki helyett, mert egyelőre senki nem nagyon akar lejönni. Zelenyák jön le. Hát Radovic Sicsiről egy icike-picike kis bulvár hírt hadd mondjak el. Ha minden igaz, akkor nagyon szép karácsonyi ajándékot fog majd kapni, hiszen apai örömök elé néz, kislánya lesz majd. Talán Kőhalmi is neki ajánlja most ezt a triplát. Úgyhogy Radovic mester szintén örömök elé néz, nagyapai örömök elé ezek szerint. 79-52. Vörös. Dinnyés próbál neki segíteni, aztán Vörös inkább egyedül. Amilyen szépen csinálta. Vörös Miklós 6. és 7. pontja volt ez. Mladenovic. Kőhalmitól kéri vissza a labdát. Aztán megvakarja a fejét a mieink négyese, és a következőt mondta, szó szerint fogom idézni. Valószínűleg magát korholta most a rosszul sikerült passzér. Vörös. Megint Mladenovic van ott, hát Mladenovic ellen befújják a fautot, föl is teszi a kezét azonnal. Kicsit szemtelenkedik vele néha az ellenfél 12-es, a nagyon fiatal Vörös Miklós, de hát azért kettejük között, hát kosárlabda tudásban mondjuk a Makó és Jeruzsálemet nem mondom, mert nem akarom Vörös Mikit megsérteni, nagyon tehetséges fiatal srác, de hát semmilyen szinten nincsenek egy súlycsoportban. Orszám! Kőhalmi mellett szép passz, Dinnyés! És Temesvári még megsapkázta, de a labda így is bement. Dinnyés Dávid 11 pontos már.
Mladenovic mutatja a cseréjetek helyet, mint egy karmester úgy irányít valóban. Temesvári szépen fordul meg, egyedül is befejezhette volna, megpróbálta Radovićot játékba hozni, ez most nem jött össze. Dinyés. Magyarós védekezik, ő azt mutatja, hogy nem volt szabálytalanság. Igen, Radovićs mester is ezt vitatja. Befújható volt szerintem. 79-56, 7 percen belül a mérkőzés végéhez. Dinyés fog büntetőket dobni. Ez szép volt. Ha ez bedobja Dény és Dávid, akkor 1 tucat pontja lesz. Bedobja. ...79-58. Kőhalmi. Magyarós. Mladenovic, most kivételesen nem középen van, most már igen. Tripla, lejön. Urszám. Ő is nagyon gyorsan, vörös. Ha, szép volt. Mladenovic. Most éppen a lába alatt passzol. Kőhalmi, bravo! Kőhalmi is nagyon nagyot játszik ezen a meccsen, 17 pontja van, remek passzokat kap egyébként. Az ellenfélnél pedig 19-essel Orbán a pályán először a mérkőzésen. Vágvölgyi hozza majd játékba a labdát, 81-58-nál. Hát igazi parádét, pontparádét rendeznek itt a szezonzárón a fiúk, és ezzel a bajnokság első helyén telel majd a BDS-e kosárlabda csapat a Dinnyés. Szépen játszotta meg. Itt a végén azért már nem védekezünk olyan nagyon keményen, és így aztán sok pontot engedünk az ellenfélnek. Mladenovic, Kőhalmi, újabb tripla kísérlet, ez most lejön. Dinnyés szedi össze, aztán vörös. Dinnyés. Volt ott egy szabálytalanság. Radovićnál valószínűleg. Csere az ellenfélnél, Szatai jön be vörös helyére. Szatait nem csak a 13-as számról könnyű megismerni, hanem azért, mert Harisnyában játszik. Hát lehet, hogy 22-23 fok itt biztos a sportcsarnokban, úgyhogy biztos nem fázik meg Vágvölgyi. Szép. Azt hiszem, hogy Vágvölgyi az ellenfél legjobb játékosa. És nem csak azért, mert 19 pontnál jár már. 5,5 percen belül vagyunk, Mladenovic. Na, most Urszán szépen blokkolta le Mladenovic passzát, Vágvölgyi. Nincs szabálytalanság. Legalábbis a játékvezető szerint. Ladár Csaba veszett össze most a játékvezetővel. Azt mondta szó szerint, hogy 20 pont különbségnél fújd le az ittszerbe, ha szabálytalankodnak a játékosunkkal. Ez azt jelenti, hogy technikai, tehát Mladenovic dobhat, és utána is nálunk marad majd a labda. Mladenovic büntetőket nem nagyon dobott eddig ezen a mérkőzésen, általában befejezte a saját akcióit. Mladenovic ezt is bedobja. 25 pontnál jár, úgyhogy jubilált, ha úgy tetszik. Időkérés van közben. 82-63. Ladár Csaba még mindig játékvezetővel veszekszik. Aztán amikor elfordul, akkor folytatja tovább már monológ jelleggel, de azokat a szavakat most nem idézném, hogyha nem bánják. Magabiztos győzelem, tehát 5 perc van még a mérkőzésből a budaörsi csapat, amelyik tavaly a szezon elején még hát kiesés réme is megfenyegette a mieinket, aztán produkáltak egy fantasztikus tavaszt, és ezzel fölzárkoztak a középmezőny élére, most pedig az idejében úgy tűnik, hogy korlátlan urak.
a mezőnyben. Radovics mester úgy volt, hogy nem fogja majd irányítani ezt a csapatot. Az első néhány mérkőzésen nem is ő ült ott a kispadon, aztán utána visszajött. És ez egy nagyszerű döntés volt. Hozzáteszem, hogy nem azért nem akarta ő irányítani a csapatot, mert nem szereti ezeket a srácokat, hanem azért, mert említettem, hogy rengeteg az utánpótláskorú gyerekét Budaörsön, a kosárlabda sportágban, és nagyon kevés az edző. Úgyhogy Radónak bizony rengeteg fronton kell helytállnia. Egyelőre ezt teszi. Ifjabb Radó is edz már, és hát Radómester párja, Réka is a csapat egyik edzője. Mármint az utánpótlás csapatok valamelyikének edzője. Maradt tehát nálunk a labda a büntetőt követően. Mogyorós jön ide, ő kapja meg a játékszert. Mladenovic. Mogyorós. Nem nagyon van kinek adni a kőhalmi, Mladenovic. Lépéshibát fúj a játékvezető, jöhet az ellenfél. Szatai fogja játékba hozni a labdát. Vágvölgyi, a közgáz legjobbja. Nagyon sokat mozgott a mérkőzés elején az ötös Urszán, akinél most van a labda, aztán második játék részben eléggé eltönt az ellenfél török vendégmunkása. Szatai szedi le. Szabálytalanság marad a labda a közgáznál. Szatai. Vágvölgyi. Temesvári mellett nem tudja elvinni. Másodszor sem. Igaz, hogy most befújják a szabálytalanságot. Temesvári is kommentálja a bírói ítéletet. Az ő szavait is szó szerint fogom idézni. Azt mondta, hogy ó. Ezzel mintegy arra utalt, hogy szerinte ő nem szabálytalankodott. Azt mondja most a játékvezetőnek, hogy ő jött nekem. Jó, hát persze minden játékos ártatlan, ezt tudjuk. De hát ez is benne van a játékban, hogy egy picit meg kell próbálni presszionálni a bírókat. Vágvölgyi eddig hibátlan büntetődobás halmazzal, és ez így folytatódik. Ez volt a 20. pontja a közgáz 9-es számú játékosának. Nagyszerű teljesítmény. Pláne az őszi bajnok ellen. És ez sem rontja el. 21 pontos. 4,5 perc van a találkozóból. Akkor, amikor új játékos a miénk csapatában, 22-es számmal Német. Német, ő Szombathelyen nevelkedett, onnan hozta ide a sorsa. Sok sikert kívánunk neki a budaörsi csapatban. Mladenovic. Magyarós. Radovics mester így aztán most már minden cserejátékosának lehetőséget ad ezen a mérkőzésen. Mladenovic. Megpróbálta Németnek bejátszani, de nagy most erre figyelt. Vörös. Szatai. Na ki él, ez Németé, bravo. Magyarós. Picit a combjával is simogatta a laszt, itt de mehet tovább. Mladenovic. Magyarós, tripla. És benn van! Bravo, Bence! Magyarós Bencének eddig nem volt pontja, most hirtelen lett 3. Vörös. Az is benn van. Vörös Miklós is azért közelít most már a 10 ponthoz, 9 van neki. 85-67. Magyarós. Német zárott. Magyarós, és leszedi a saját labdáját. Jó van. Mladenovic. Már ketten röpültek oda ki rá. Hát egy ember kevés hozzá, az biztos. 4 másodperc támadó idő. Ez milyen játék volt! A sípszóval egy időben Kisek ráborul Mladenovic vállára. Radovic egyébként a pontok szerzője, neki is 10 van már. Nagyon szép játék volt. A végletekig kivártak, és a sípszóval, a dudával egy időpontban dobtak be. Nagy. 87-67, 2 perc, 40 másodperc a meccsből. Orbán szépen fordul. Radovicnál a
fault. Marko jön be nálunk. Jobb is, hogy Radó most lemegy, mert kisján megette a játékvezetőt. Jó, hát amennyivel magasabb lehet, hogy egy vacsorára pont elég lett volna neki, Hegedűs mester. Aha, és akkor itt a Dumáért lesz most egy büntető, aztán utána marad az ellenfélnél a labda. Vágvölgyi, aki eddig 100%-kal büntetőzik, vajon megmarad, de ha igen, akkor 22 pontos lesz annyi. Ez volt ugye a Dumáért a büntető, és akkor most jön Orbán kétszer. Az elsőt kihagyja. Hát a másodikat is, ez nem volt egy sikeres próbálkozás. Vágvölgyi fogja játékba hozni majd a labdát. 87-68-nál 20 ponton belül tehát a közgázgárdája. Szatai. Vágvölgyi. Misek mellett viszi el. Szép passz Orbán. Hát nem csak a büntető nem jött szegénynek össze, hanem ez a dobás sem. Mladenovic. Misek. Mladenovic szemmel láthatóan élvezi ezt a játékot most. Német sajnos lejön a labdája. Már előbb is akart Némettel pontot dobatni, vagy hát kosarat dobatni. 10 másodperc támadóidő, 2 percen belül vagyunk. Most elindul egyedül, aztán kiteszi. Misek. Szerintem Német kezéről ment ki, de nem is ment ki, úgyhogy jöhet a közgáz. Vörös. Beleáll a triplába, rövid. Mladenovic, minden akció tőle indul. Azért ez a 87 pont, ez nem olyan rossz itt az NB2-ben. Vörös szabálytalankodik most. Időkérés. Radovics mester határoz úgy, hogy még egyszer elmondja a fiainak, hogy mit kell csinálni a hátralevő másfél percben, pontosan annyi van. Szerintem egy figurát fog most felrajzolni a kis mágles tábláján. 70-szeres válogatott volt korábban Radovics József játékosként. Volt már utánpótlás szövetségi kapitány is, szóval ő sem akárki ebben a sportágban. Sajnos innen pont nem látjuk, hogy mit rajzolgat, hiszen éppen háttal, ahogy önöknek, úgy nekünk is. Kőhalmi már öltözik ott, úgyhogy valószínűleg ő már nem fog visszajönni. Temesvári már a cipőjét is levetette, úgyhogy meg tudom vonni az ő mérlegét. Ezt mondja, 24 ponttal zárt. Nagyszerű teljesítmény. Ennél több egyelőre csak Mladenovicsnak van, ő 25-öt szórt eddig. Az eredményesebbek között van még a miénknél Kőhalmi 17 pontjával, Radovics 10-zel, Misek Márk pedig 5-tel. Magyarósnak és a Markónak is van még. Magyarósnak 3, Markónak 2 pontja. Tulajdonképpen Zelenyáknak nincs csak kosara azok közül, akik ma játszottak, ma pályára léptek. Hozzáteszem, hogy ő ugye késve is érkezett, hiszen munkából jött. Bőven a második negyedben érkezett. Német. Misek. Mladenovic. 10 másodperc a támadó időből. Vörös mellett viszi el. 3 pontos. Lejön. Ez most nem volt jó dobás. Orbán szedte le. Vörös. Hamarosan belépünk az utolsó percbe. Szatai. Kosárben van, és még dobhat is egyet. És én nem olyan éreztem szabálytalanságot Magyarósnál. Nem szabad hozzáérni sem, de most úgy éreztem, hogy Szatai eldobta, és övé a pont, ennyi. 87-70. Ez is benn van. 87-71. Azért itt a meccs végén följön a mieinkre a közgáz. Hozzáteszem, hogy a kezdők közül Radovics, Temesvár és Kőhalmi is a kispadon már nálunk. Magyarós. Misek.
Mladenovic, hát ő végighajtja a meccset. És az a poén, hogy nem is nagyon izzad le, pedig rengeteget dolgozik, rengeteget fut. És hát kiszolgálja a többieket. Nagyszerű passzokat ad. 49 másodperc. Magyaros ott hagyja németnek. Markó is benn van most. Misek. Markó. Hopp. Nagy szabálytalankodott vele szemben, úgyhogy Markó még büntetőket dob itt a végén. 40 másodperccel a lefújás előtt. Markónak 2 pontja van eddig. Reméljük, hogy megduplázza most. A szép. 88 pontnál a Budaörs. Ha ez bemegy, és még egy kosarat tudunk dobni, meg ha nem, akkor is, akkor 90 fölé jutunk, ami nagyszerű teljesítményben van. Markó nagyon biztos kezű ítélet végrehajtó. 4 pontja van. No, 37 másodperc a meccsből. 89-71. Jó lenne még egy kosarat dobni. Vörös. Nagyon szépen játszik Szatai. Övéki a lepattanó. Orbán. Mogyorós, illetve Misek, bocsánat. Jó van Márk, megvan a 90 pont. Misek Márk labdaszerzése után. Hát kézilabdában erre mondják, hogy könnyű gól. 91-71. Vörös, aztán Vágvölgyi. Orbán. 5 másodperc a mérkőzésből. 2-1-0. Ez a vége. 91-71 tehát. Ez azt jelenti, hogy a Budaörs ezzel a magabiztos győzelemmel remekőzt produkál, egyetlen vereséggel vezeti az MB2 közép B csoportját. Bravo fiúk, gratulálunk a győzelemhez. Azt azért tegyük hozzá, hogy a közgáz megnehezítette a mérkőzés egyes szakaszaiban a BDS-e dolgát. Hogyan láttad ezt a mai közgáz elleni meccset? Az elején úgy megszórták magukat triplából, aztán utána úgy valahogy átvette a csapatod az irányítást. Hát följavult a védekezésünk, annak ellenére, hogy elég fokhiasan voltunk, tehát elég tartalékosan kezdtük a mérkőzést, de a fiúk oda tették magukat védekezésbe, és végül is az döntött. Uh-huh. Ugye volt a pályán egy Mladenovic, aki hát mondhatom azt, hogy azért bőven kiemelkedett az egész mezőnyből? Hát ugye ő azért NB1 alcsoportos játékos volt még egy évvel ezelőtt, tehát nyilvánvaló, hogy az ő fizikuma, a játék intelligenciája, a játékról alkotott elképzelése az azért a többiek előtt jár jóval. De azt hiszem ez most itt látszódott a mérkőzésen is. Minek nagyobb nyereségű játékosnak, vagy a budaörsi utánpótlás nevelésének, hogy látod? Embernek. Elsősorban embernek. Nagyon jó ember. Nagyon jól foglalkozik a gyerekekkel. Persze azt a szerb temperamentumot azt hozza magával. És hát segít nekünk abban, hogy elérjük azt a tervünket, amit ebbe a 3 éves ciklusba kitűztünk, hogy próbáljunk meg egy NB1-B-s csapatot Budaörsön. Ugye azt mondtad a meccs előtt, hogy most ugyan, ha gyerünk és nyertünk, akkor télen az első helyen fogunk állni a tabellán, de mégsem kimondott cél, hogy most meg kell nyerni az NB2-t. Nincs kimondva nyilván, de sokkal jobb nyerni, mint vesztesként elhagyni a pályát. Van egy elég jó csapatunk, erősödtünk, bár ugye sok az új játékos, de ők még nem nagyon vannak benne ebbe a játékrendszerbe, tehát mindig azért vissza kell nyúlni a régiekhez. Többszoros mérkőzésen sem tudtunk teljes keretet játszatni, de szerintem ez, ahogy haladunk előre a bajnokságba, mindenki magáévá teszi a dolgokat, és akkor az év végére nem lesz problémánk. A kedves nézőktől tehát még egyszer az eredménnyel búcsúzom. Budaörs közgáz 91-71, a viszontlátásra, a viszonthallásra.